Hedo Bébra, Gyöngyös Carbonex Komló a Kántháliga 5. fordulójában 14-13-as fél év után 30-24. Üdvözlöm a sajtó és a csapatok képviselőit. Először a vendégcsapat vezetőedzőjéhez, Marosán Györgyhöz fordulok. Gyuri, két ellentétes előjelű félidőnek is értékelhetjük a mérkőzést. Az első félidőben nagyon nagy küzdelem, összesen egy gólos különbség. Aztán a második félidőre valami megváltozott. Mi volt ez, ami nálatok megváltozott? Az első fél időben én úgy gondolom, hogy talán sikerült megvalósítsuk és irányítsuk a mérkőzés folyását. Voltak buta hibáink, mondok itt az üres kapus helyzetekre, akár egyéb zicser helyzetekre, de összességében az első fél időre belém elégedett voltam. A második fél időben az ember hátrányos szituációk nagyon sok energiát felemésztettek, és akkor már bár nem vagyunk abban az állapotban, hogy sajnos hogy gyöngyösön visszaidőjük egy ekkora hátrányból. Mindig valami problémánk, hogy egy új csapatot építünk nyár óta, és mindig valami blokkolja az adott hetet, az adott mikrociklust. Most Mellicsuk Viktor visszatér, most ugye másik játékosra nem számíthattam, de bízom benne, hogy sikerül előre lépjünk, és tudjuk meglepetéseket okozni, mert most persze csinálkozhatunk, hogy ilyen a sorsolás, és mindenhova idegenbe megyünk, ez a realitás, hogy egyesen nem kapunk az esélyes, mi szeretnénk bőrítani a papírformákat, de azt, hogy látni, hogy nem vagyunk most ebben az állapotban, tehát ez egy álom, amiről beszélünk. Én nagyon bízom benne, hogy egy pár hét múlva már abban az állapotban lesz, amikor már tudunk teljes kerettel dolgozni, legalább két hetet, nem két napot, mint most. Nehéz a helyzetünk, nehéz a közeljövőnk is, de ezzel én nem hiszem, hogy valami tevet meg a játékosok is, azt mondtam, hogy ez egy jó csapat lesz, még jelenleg nincs csak egy forint állapotosan is. Köszönöm. És gratulálok az ügyesnek, és további sok sikert. Köszönöm szépen a vendégcsapat kapusához, Merkosz Kupához fordulok. Pali, egy kicsit haza is jöttél, és fantasztikusan védtél a mérkőzés alatt. Milyen volt ezúttal vendégként állni a gyöngyösi kapuban? Köszönöm szépen, gratulálok a gyöngyösnek én is először is. Igazából a mérkőzés mondhatni kicsi visszatérő érzéseket hozott, mert most már rendre az első félidő jól sikerült, úgy érzem, mint védekezésben, mint támadásban, és valahogy a második fél idő az nem igen jön össze nekünk eddig, az eddigi mérkőzések tapasztalatai alapján. Ezen kell dolgoznunk, és tényleg még jobban összeállunk, és együtt túlendülünk ezen igazából. Egyébként jó érzés volt, visszatérni egyesre, köszönöm. Köszönöm szépen, a hazai csapat vezetőedzőjéhez, Bíró Balázshoz fordulok a folytatásban. Balázs, felénk is érvényes ez a kérdés, ami az ellenfelünk felé két teljesen ellentétes előjelű félidőt láthatunk. Az elején talán egy picikét görcsösen indultunk neki a mérkőzésnek. Hogy láttad ezt a kis padról? Alapvetően ilyen mérkőzésre számítottunk. Tudni kell, hogy a Komló az egy olyan hagyományosan nagy csapat. Az utolsó leheleték és az utolsó nézetmérő küzdenek. Nekünk a nyári alapozás után, ami alapvetően jól sikerült, megkaptuk a bofonokat, nyilván előbb csapatoktól, amik be voltak kalkulálva, és utána azért én azt éreztem a csapaton, és azért ez még ilyen messzire van, azt éreztem a csapaton, hogy egy kicsit az, hogy az esélyesség terne rajtunk van, most ez egy kicsit görcsös is tett minket az elején. Mi is az első fél időben azt gondolom, hogy egyetértékesen vagyunk, hogy a mérkőzés képpen úgy alakult, hogy lehetett volna hátrányjal is zárnunk ezt a fél időt, mert tényleg az üres kapuk és a védéseink megvoltak, de hozzáteszem, nyilván mi is kialakítunk olyan szintet, hogy a nagyon jó védett. Tehát ez az, hogy reális volt, és tehát az X-közeli eredmény azt gondolom, hogy reális volt. Az volt a terv, hogy ez a mérkőzés nyilvánvalóan 20 perc alatt eldőlni, az volt a terv, hogy az utolsó negyedóra, az utolsó 20 perc lesz az, ami döntő lesz, és bízunk abban, hogyha egy kicsit hosszabb kispaddal nagyobb tempót tudunk fenntartani, akkor az volt a terv nyilván, hogy a végére talán kifárasztjuk őket, és talán ledomináljuk ezt a mérkőzést. Az, hogy a második fél időben, azt hiszem a 25-20 környékén, az 50. perc környékén 7 vagy 8 volt kaptunk a második fél időben, az borzasztóan örömteli, hiszen továbbra is az a cél, hogy a stabil védekezés és egy gyors támadó játék, a védekezésből támadó gyors átmenetet valósítsunk meg a csapatnál. Az, hogy megint 30 volt meg tudtuk lőni, az, hogy a másik fél időben, a döntő szakaszban jó volt a védekezésünk, nyilván minden először
függ, ott őket a felülőt tartok váltani, de a lényeg az, az hogy jó volt a védekezés, hogy mondjuk az Ádámnak, hogy úgy tudott beszállni a Pilatuskó két perce után, hogy gyakorlatilag nem tűnt fel egyáltalán, hogy 17-18-as játékos van ott 3-as védében és küzd a rutinos játékosokkal, szóval örülök, hogy van merítési lehetőség, nagyon kellett nekünk ez a mérkőzés, és senki nem gondolja, aki ránk az ellenére, hogy egy csinó mérkőzés volt. Borzasztóan meg kellett küzdeni, örülünk, hogy a Komló ellen győzelmet tudtunk adni, mert biztos, hogy nem gondolja, hogy beszélt valahol ez a meglepetések, vagy pedig bármilyen hívjuk meglepetésnek. Teljesen mindegy, meg fog történni, szerettük volna nyilván ezt elkerülni, nekik sok sikert kívánok, kitartást a munkához, mi dolgozunk tovább, és igyekszünk el valamonokban minden lehetséges pontot megszerezni. Köszönöm szépen, végül, de nem utolsó sorban a már említett és megemlített Nagy Ádámhoz fordulok a folytatásban. Ádám, a pálya széléről nézve valami átfordult, átkattant a csapatban a második fél időre. Hogy nézett ki ez a pályáról, illetve a Kispadról nézve? Úgy gondolom, második fél időben nagyon nagy lendülettel indultunk neki, és a gyors gólok és a testvérnyeködés után belkerült a csapat egy olyan flóba, hogy ezt mindenféleképpen fogjuk megnyerni, és ennek köszönhető szerintem, hogy a végén érdemben el tudtunk érni. Mi volt az a kulcsmomentum, ezt a héten már beszéltük, illetve kérdeztük, illetve kérdeztem tőled, hogy mi volt az a kulcspillanat, kulcsmozzanat, ami átkattintotta ezt a bizonyos kapcsolót a csapatban? Szerintem, amit akkor is említettem, a feszes védekezés és a jó kapus teljesítmény hátul. Partra tartottuk őket, és ezáltal jöttem a védésem is. Köszönöm szépen mindkét csapatnak, gratulálunk és sok sikert a folytatásban! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!